Több százezren vonultak fel Iránban, hogy megünnepeljék az iráni iszlám forradalom és Khomeini ajatollah hatalomra kerülésének 40. évfordulóját. 1979. február 11-én az iráni hadsereg bejelentette semlegességét, ami elvezetett az országot korábban vezető Pahlavi Sah, az Egyesült Államok legfőbb közel-keleti szövetségesének bukásához. Az iráni állami tévében bemutatott felvételeken a vonuló tömeg a halál Izraelre és a halál Amerikára jelszavakat skandálta. Ezek voltak a 40 évvel ezelőtti forradalom meghatározó jelszavai is. Bár az iráni vezetés sikerként ünnepelteti az évfordulót, az országban egyre több tiltakozás indult, az infláció növekedése, az árak emelkedése és az egyre több helyen tapasztalható élelmiszerhiány miatt.